szegedi Szentgyörgyi Albert Agóra sok eseménynek és szakkörnek ad otthont. Jelen esetben a tűzzománccal ismerkedhetnek meg a szakkörön résztvevők, illetve valaki már régóta űzi ezt a hobbit. A tűzománc egy nagyon különleges iparművészeti és képzőművészeti műfaj, az ókor óta létezik, és a lényeg az, hogy egy fémlemezt bevonunk egy speciális festékkel, ezt úgy nevezzük, hogy zománc, iszapzománc, és ez a festék egy nagyon magas hőmérsékleten egybeolvad, ráolvad a fémre, történetesen rézre, amit mi használunk, és bevonatot képez rajta. Ilyenek a lábasok, amikkel otthon egyébként háziasszonyként sokan dolgoznak, a vasedény, amin zománc van, és hogyha leesik a konyha kövére, akkor a vasról le is pattan ez az üvegszerű bevonat, mert hogy mikor a kemencéből 850 fokról kivesszük ezt az alkotást, képet vagy ékszert, akkor egy megszilárdult üvegréteget látunk a rézlemezen, úgyhogy a tűzománc az nem más, mint fém és üveg, tűzben való egyesülése. A javasolt életkori minimum a 11 éves kor. Az alsó tagozatos gyermekek pedig szülői segítséggel készíthetik el alkotásaikat, melyekhez nem kell más, csak vágy, izgalom és kíváncsiság. Alkalmas a tűzománc síkban való alkotások elkészítésére, tehát képek, névtáblák, házszámtáblák, fali órák elkészítésére, ékszerek, ékszerkollekciók kivitelezésére, de vannak bátrabb alkotóink, akik mondjuk egy picit hajlítják a fémet, akár tálkát, gyertyatartót, vagy egy hullámos fülbevalót is lehet készíteni, tehát hogy alkalmas háromdimenzióba, kétdimenzióba, de ékszerek és dísztárgyak, használati tárgyak készítésére alkalmas. Hasonlít a kerámiához az anyagait és sok mindent nézve, de sokkal gyorsabban látja az ember az eredményt. Gyönyörű színek vannak, az ember fantáziára van szükség, tehát ezért szeretem leginkább. Nincsen lehetőség otthon erre, ugyanis a háttérben, hogyha látható, egy égető kemence, ami legfontosabb eszközünk. Ez bár sima 220-ba bedugható elektromos berendezés, de 850 fokot produkál, kívülről is nagyon meleg, ezt nem lehet egy konyhapultra letenni. Ilyen nincs mindenkinek, ez egy több százezer forintos berendezés, enélkül nem lehet tűzzománcozni. Azt gondolom, hogy ha valaki csak mondjuk fémet szeretne domborítani, vagy drótot hajlítani, azt meg lehet otthon egy műhelybe, egy konyhába, egy nappaliba, egy íróasztalnál csinálni, fogók kellenek hozzá, és rézlemez, de a tűzománcot azt nem, tehát egy sütőbe, egy mikróba ezek nem lehet, ez nem kiégethető, kerámia égető kemencében sem, ez csak tűzománc égető kemencében. Úgyhogy ehhez kell egy szakkör, egy helyszín, szerszámok és anyagok. A szegedi Szentgyörgyi Albert Agórában 12 éve van tűzzománc szakkör, melynek dátumait az Agora honlapján találják meg az érdeklődők.